Szeptember 24-én zárt ülés keretében mindenféle előzmény nélkül rúgta ki az ilyen frakció Zsikó Zoltánt, a helyi Babics Mihály Kulturális Központ vezetőjét. A terem előtti folyosón ekkor már ott várakozott Mácsik Henrietta, aki tavaly az ilyen szexuális önkormányzati képviselőjelöltjeként próbált bejutni a közgyűlésbe, ám a választók nem szavaztak neki bizalmat. Az ilyen viszont igen, nem sokkal Zsikó Zoltán felmentés után már ki is nevezték őt a Babics Mihály Kulturális Központ élére. Néhány nap múlva a város polgármestere rendkívüli közgyűlést hívott össze, szerette volna, ha újra tárgyalják Zsikó Zoltán felmentését és az új igazgató kinevezését, de az ilyen szexád újra megszavazta a korábbi előterjesztést. Ács Rezsü ennek kapcsán a rádió egy műsorában azt mondta, hogy a többségi frakció elkezdte kifizetni a hozzájuk közelállókat önkormányzati munkákkal. Most történik az, hogy fizetik kis sorban a képviselőjelölteket, tehát a másik a képviselő jelölt azt, hogy tulajdonképpen ennek a folyamatnak a részeként egy elég zsíros, ha jól emlékszem 600 fontos állás kapott. Semmilyen szakmai kompetenciát nem tud mutatni, nem kérdezhettük arról, hogy mit szeretne a Vabicsérlen csinálni. Ács azt mondja, az, hogy Zsikó Zoltán helyére egy tapasztalattal nem rendelkező szemét nevezett ki, az ilyen szexel veszélybe sodorhatja a város országosan is elismert rendezvényeit. Babics a város arca. Tehát, hogy ott milyen munka folyik és kik hogy dolgoznak, az nagyon fontos a város megítélése szempontjából. Én úgy gondolom, eh, jogi agályokon kívül, hogy ez a rész is nagyon komolyan fog sérülni, vagy más sérült is. Másik Henrietta a kinevezés után megkerestük Bomba Gábort, az éjjel frakció vezetőjét is. Szerettük volna megtudni pontosan, miért mondtak fel Zsikó Zoltánnak, valamint arra is kíváncsiak lettünk volna, milyen szakmai érvek szóltak az egykori képviselőjelöltjük kinevezése mellett. Bomba Gábor viszont a kérdéseinkre nem válaszolt. Csak annyit írt, hogy Mácsik Henriett, egyelőre határozott időre, 2021. január 31-ig nevezték ki.